broke up and doing my all at the thing. Decided to dip and now you wanna trip. He's another brother, not his me. Happen him, it happened to me. It won't be any attention. Just cry more tears and lonely trees. Now be mad at me. If you like it, then you should put the ring on me. If you like it, then you should put the ring on me. Don't be mad at what you see, won't be money. If you like it, then you should have put a ring on it. I got a glass on my lips, a man on my hips. I got it in my very jeans. Acting up, drinking my cup. I can't tell it, but a thing. Need no permission, did I mention? Don't pay him any attention. Acting up, drinking my cup. I can't tell it, but a thing. If you like it, then you should have put a ring on it. If you like it, then you should have put a ring on it. Don't be mad if you see what he wanted. If you like it, then you should have put a ring on it. Oh, 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 don't treat me to the things of the world. I'm just kind of girl. Your love is what I prefer, what I desire. It's a man that takes in me and makes in me and delivers me to a destiny and infinity and beyond. Put it into your arms, say I'm the one you want. If you want, I'll be yours, I'll be yours. All the single ladies, 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 all the single ladies. Put your hands up. Oh, 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 gyerekek, én nem tudom kihagyni ezt, tehát nem tudom kihagyni ezt, az van, hogy lenyomtunk három évad sztárban sztárt is, és én mindig azt mondtam, hogy van egy olyan ember, aki ha én nő lennék, és amikor színpadra lép engem, azonnal lenyűgöz a lazaságával, ez a kökény. De van egy másik oldal, esküszöm, hogy orvosoknak kéne depresszió ellen felírni azt, ahogy a Kutyera létezik a színpadon, mert ez nem létezik, hogy annyira jó, amiért rossz, hogy ez fantasztikus. Én azt gondolom, az egy két pillanatot mindenképp emeljünk ki, amikor itt a szerelem vonatban ment előre, az, meg amikor énekelte, hogy én nem vagyok olyan lány, én leforgatom, hogy nem vagyok olyan lány. I'm not that kind of girl. Óriási. Nagyon nagy átéléssel. Majd azért akkor... Minden külön. Aha, az volt, amikor belehaltál, volt, amikor felnevettél. Hát figyelj, igazából a fele produkciónál fejemet fogtam, úgyhogy nem láttam az egészet, de amit láttam, az nagyon tetszett. Tehát, hogy figyeljetek, a Dél Henny, elmondom nektek, hogy világszinten megcsinálta ezt a dalt, és meg kell, hogy dicsérjem. Egyébként az egész széria alatt a Dél Henny, amit melózik a Kutyera mellett, az ember feletti, tényleg. Tényleg. Ember feletti. És most meg kell, hogy dicsérjem a Kutyerát is, mert ő meg olyan jó arányérzékkel vett vissza a Hennének a teljesítményéből, hogy az egész mégis olyan fogy, nehogy véletlen túl jó legyen. De még egy mozdulatot muszáj, hogy megkérjek tőled, mert nagyon az a kamionsofőr hanyag elegancia, amivel nyomatad azt, hogy azt nyomjad egyszer? Nyomjad-e? Oldalról. De hogy tanultad meg úgy egy számolással? Lassú, gyors. Lassú. Ennek még használt azért. Lassú, gyorsan. Én elmondom, hogy hadd keljek a Gábor védelmére. Nem bántjuk. Nem azért, tudom, nem is azért, de nagyon úgy tűnik, mintha ő dobná ezt a dolgot. De nem. Ugyanis ő az, aki este 10-ig itt van, próbál, tényleg ennyi sikerül. Tehát ő neki egyszerűen... Kösz, hogy megvédted. Így végén meg engem is nagyon aranyos vagy. Egy másik dolog, hogy ő neki ellensége. Igen. A zene. A néző kedvéért mondom el, hogy egy új szidalom
alkalom van, hogy hát védjen meg téged a Liptai Klaudia, ugye? Tehát, hogy... Andrea? Tényleg majd ezért pénzt kérek, Andi? Hát most igazság szerint én sem tudom, hogy mit mondjak, mert látom, hogy iszonyatos energiákat fektetett a Gábor abba, hogy ez ilyen legyen, hát ilyen lett. Képzeld el, tány nélkül megtanulni ezt a lassú, lassú, és megvolt. Hogy? Hogy volt ez, Henny? Hát a lassú, lassú, én számolva nem tudom, csak énekelni. És jól van, hogy de jó. Figyelj, az tény és való, hogy egyszerűen világszínvonal, amit művelsz, gyönyörű vagy, Henny, és fantasztikusan énekel. És amit muszáj kiemelni, hogy való igaz, hogy a Gábornak tényleg nagy ellensége a zene, a ritmus és a szöveg, de mindenek ellenére nem tud téged kizökkenteni abból a tökéletes produkcióból, amit hétről hétre hozol. Itt annyiban viszont... Nagyon okos dolog van a fülem. Nem, Matéva, takjel! Számolok a takjel. Tudtam, hogy valami, turpiság van, mert nem, soha nem ott kezdi el a kucsor, és soha nem ott fejezi be. De figyelj, ez ember próbáló lehet egyébként takjel nélkül ebbe bele, viszont a Gábornál látom, hogy azért most először láttam azt rajtad, hogy ez nem volt olyan kis súlyból kirozott, hogy volt csak lesz valami, mert cuki vagyok, és úgyis el fogják tőlem fogadni. Helyes voltál, az, hogy egy ilyen nagy fiú. Lesz a következő produkcióban. Ott olyan nagy lesz, és csak nem baj, de cuki volt, és szerettem, hogy ezt komolyan veszed. Kuki, nem sírtál? Nem. De most imádom, mikor szépen mutatom itt egy szépség királynő, hogy Figyelj, Gábor, sokszor bántottuk téged, de tényleg a duett annyira jó veled, annyira jobb veled, érted? Mert bármi csinálsz, úgy is aranyos vagy. Most látom tényleg, hogy próbálkoztál, hogy tanultál a koreográfia, a taps, ez mindig ritmusban volt, mikor volt egy ilyen taps nektek, ez nekem nagyon tetszett. Mindenki mondta, de tényleg, Henny, te ma volt egy jó kis Beyoncé, jó, tényleg annyira fantasztikus énekesnő vagy, hogy neki van szerencse, hogy te vagy az ömestere, de tényleg. De Gábor, tényleg, Gábor. Hogy legyen egy pozitív kicsengése. Én nem befejeztem, Tibikém, nem baj. Nem fejezted be? Nem. Bravo, nem, már kiabált, azt tettél, mondjad. Figyelj, Gábor, esküszöm, ma nagyon megkedveltelek, de tényleg. Legalább olyan, mint az én védelmem, nem tudjuk, hogy mennyire jó vagy, nem? Tibi? Annyit akartam mondani, és akkor adom is mellé a pontomat, hogy Gábor, nagyon sokszor bántottunk, szittunk, függetlenül nagyon-nagyon szórakoztató vagy, és fogadd el, hogy téged nem az éneklésedért, hanem annak ellenére szeretünk, jó? 10 pont! Hát ez az igazat mondottam, most először talán a műsor folyamán. Rá kellett jönnöm, hogy téged erre nem lehet rávenni, hogy ez mindig pontos és tökéletes és tiszta legyen. Amire viszont nem kell rávenni, az, hogy nagyon szerethető vagy így a képernyőn keresztül, és itt a színpadon is 10 pont. Köszönjük szépen! Gábor, mit szeretnén? Hány pont adjom nektek? Hány pont? Vegyen meg! És oda hívj a kérdésed. 10 pont! 10 pont, ez 30 pont. Ez is maximum. Erre kíváncsi leszek, mit tudom. Ez az első. Az a jó, hogy érkezik a kutyára arcán, soha nem látszik, sehogy örül, sehogy bánatos. Tehát valójában neki tök mindegy. De nagyon sokat dolgozik. Na, akkor vetkőzzetek, ahogyan mondtam, mert a következő produkció már csak napolaj lesz rajtatok, semmi más.